Most az jutott eszembe, van nálunk elég lélek, lehet, hogy nem is szintet lépünk, hanem nem tudom, mit lehetne venni. Healt? Vegyünk healt, az jó. Azt vegyük meg, az frankó. Antidote az különösebben nem érdekes. Evacuate az nagyon jó volna, de hát... talán majd egy picit később. Oh, honorable one, I hesitate to deep within the darkness, where no light shall ever shine. Will you continue to pray? Semmi extrát nem mondott meg, szerintem még amit megvehetnénk esetleg. Ha vele is beszéljünk. You. Have you seen my corporeal flesh? Has my body gone rotten? I'm sorry. Please. Ezzel kicsit megháborodni a testen kívül, szerencsétlenje. King Alant led Boletaria with a round table of brave knights, the royal twin Fangs, Valifax, Alfred, the knight of the tower, Metas, the knight of the lance, and the brave tribesman, Longbow Ulan, and his fearsome legions. But today, Boletaria is an abysmal mess. Valifax was lost, and Bjor slipped through the fissure, never to be heard from again. All the rest, along with Boletaria, have been devoured by the fog, and will soon be prey to the demons. The Boletarian knights are no longer. But perhaps our age will see the rise of new heroes, such as yourself. Ja, egyetértünk. Na. Remélem nincs nálam semmi fölösleg. Hello, I'm keeping... ami... de még mindig van. Nálam mindig van fölösleg. Abba jó vagyok. Ezt is dobjuk le. Na meg a Sorry Mace-t, ezt főleg. Nek már semmi értelme. Mert tüzes alapú a fegyverünk, amivel sebzünk, úgyhogy baromira nem lényeg. Aztán tegyük be csak szépen a Compound Longbow-t. Meg az arrow-kat is, mert kelleni fog hamarosan. Na és akkor most takarítsuk ki az egyik másik kedvenc részemet. Hello there. We meet again. You look terrible. Cheer up. Life is an adventure. Hát egy kicsit bővült a készlete egyébként, amit árul. De semmi olyan, amiért az ember azt mondja, hogy szükségünk van nagyon rá. Somebody I ought to warn you about, a fellow who lacks common decency. They call him Patches the Hyena, and he's the one that laid that trap for me. He's the kind of person who'd stab his mother in the back. If you happen to spot him, you'll be doing us all a favor by putting him out of his misery. Have you been to the altar where sorcerers summon shadows? Well, I think someone may be trapped in the lower cavity. I heard them praying for dear life. Pity the poor fool. He probably fell for one of Patch's old tricks. Igen, azért az NPC-k azért tesznek utalást a dolgokra. Most itt a legegyszerűbb módszer. Azt, hogy ezt megpróbáljátok messziről íjjal meg nyillal eltenni lábalól, mert ez végtelen számba termeli ezeket a lényeket, és nem különösebben gyengék. És elég sok is van belőlük. Úgyhogy ez minél előbb célszerű elkapni őket.
Ennyi. És most megnézitek, eltűnnek ezek a lények. Nincs van. Úgyhogy ez mindenképpen ez egy bölcs döntés itt. És 4592 lélek. Na most, akkor ebből mire következtettek? Hogy bármikor, amikor ide visszajöttök, akkor ezt kihasználhatjátok nagyon gyors lélek farmolásra. Főleg ha felszeditek, nem tudom, szerintem még nekünk nincs olyan gyűrünk. Nem, még nincs meg. Amivel ugye több lelket is lehet farmolni. Akkor tényleg megvan a 5-6 ezer lélek gyakorlatilag egy perc alatt. De lehet, hogy sokat mondtam az egy perccel. Úgyhogy mindenképpen ajánlom. Ajánlom melegen nektek, hogy ezt néha meglátogassátok ezt a helyet, és akkor farmoljatok lelket, hogyha úgy érzitek, hogy gyengék vagytok. Aztán... sok mindent kéne mutatnom már megint. Nézzünk először erre. Itt van az ominózus titkos átjárónak mondott hely, ahol gyakorlatilag rengetegen farmolgatnak napjainkban is. Méghozzá nagyon-nagyon kis eséllyel ezen a részen lehet farmolni Pure Blade Stone-t, ami nekem 4. esett, de van akinek 40. se. Úgyhogy... Na itt azért ez a Dual Katana, a Skeleton már egy kicsit erősebb gyerek. Azért ezt lehet látni. Sorry, Mace, igen. Tehát mindenképpen Pure Blackword tendencivel érdemes itt nyomulni. De az a viccem az egészben, hogy én nekem ezt 7-es luck mellett dobta. Ezt a frankó kis izét, Pure Blade Stone-t, és úgy, hogy ráadásul nem voltam Pure Blackword Tendency-n, sőt, szerintem lehet, hogy Pure White-on vagy egy egyel alatta voltam, úgyhogy nem is értem, hogy sikerült, de többiek se értették, akiknek meséltem róla, hogy ez kicsit durva, de szerintem is durva. Nem rossz ez a White Bow, de Dexterit is leginkább, úgyhogy nem kifejezetten nekünk való ez. Mutatok még egy gyors lejutási módszert is. Itt a szinteken. Így. Még gyorsan ide le lehet jönni. Ezt is felszedjük. Oké, na és itt van. Már megint ez a rohadék Patches the Hyena, vagy hogy hívják. És megint csapdába csal minket. De egyébként itt egy kicsit elrontották a dogs, tehát a From Software-esek, mert itt ez önismétlés, majd meglátjátok miért. Oh, hello again! Hey, don't turn a cold shoulder! I didn't mean to do you wrong. Really? Come on now! We've got better things to fret about. That pit there is filled with treasure. But I can't get to it myself. Go on, have a look. It's more riches than I've ever dreamed of. What's keeping you? Have a look at that treasure down. Then we'll work out a way to fish it out. So is a sokásos. Ez mondjuk annyira kínos ez a jelenet, hogy ezt Dark Souls-ba is betették. Hát ezért én kérek elnézést. Don't hold it against me, eh? Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket off your corpse. Na, hát itt van egy másik nagyon fontos NPC. Ő lenne Saint Urbane Umbassa. Heavens, did you fall for that little devil's trap? Well, I did the same. He fooled me, and now I am stuck here. The reverberations seem to suggest that we are connected to the outside. But dark, fearsome souls stand between us and freedom.
But have no fear. God will cleanse us of evil. Pray with me. Umbasa, így van. Ja, ugyanazt mondja. Azért ezek az egysoros dumák, ezek néha azért, na, elég kevesek. Úgy érzem, még egy ilyen elsősorban akció RPG-be is, tehát ez azért... Final Fantasy-be is legalább két sort mondtak. Na hát itt van egy démon, le kell verni. Egy démon, Black Phantom, akarom mondani. Hát nem tudom, figyelitek-e, olyan kardja van, amivel, hogyha megüt bennünket, bizony-bizony saját magát sebzi. Úgyhogy nem a legjobb kardja van. Maradjunk annyiba. Na hát, ha mi most támadásba lendülünk, ott kőkövön nem marad. Nem tudom, figyeltétek-e a sok endurance előnyeit. Gyakorlatilag egy hosszú támadás sorozattal ledaráltuk az anyjába. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon szép volt. Itt van a Magic Sword Makoto, ugye? Miért tudtuk ezt fölvenni? Azért tudtuk ezt fölvenni, mert Pure White World Tendency-nk van éppen. Ha egyel alatta lennénk, vagy mondjuk Pure Black-en, vagy Neutrálon, vagy a többi szinten, akkor ez a fura kőszikla, ez sokkal magasabb lenne, és akkor nem tudnátok fölvenni a kardot, de ez a Makoto, ez egy nagy... majdnem kimondtam azt a csúnya szót, ami S-szel kezdődik, és AR-rel végződik, szóval ez egy nagy nulla. Az a legnagyobb problémám vele, hogy itt van rögtön. It is a cursed weapon that devours the wielder's life energy. Tehát érted? Tehát fölveszed, és folyamatosan szívja az energiádat lefelé. Skálázódása 0, oké, a bleedje az állatjó. Nem tudom, szerintem egy baromság. Hajrá, használjátok, ha akarjátok. Szerintem kerülendő. Oh, it's you. Did you cleanse the world of another dark soul today? God has chosen you. And for that we are thankful, Umbasa. Ez a Makoto, ez, vagy Makoto, ez maximum arra jó, hogyha ki akarjátok platinázni a játékot, akkor az, tehát ez a fegyver is alapkövetelmény hozzá, hogy meglegyen, úgy emlékszem. Jók ezek a helyszínek, sokkal jobbak, mint a Valley of Defilement, meg a Stonefang tunneles ökörködés. Jobbak ezek. You. Hey, look, I'm really sorry. I didn't mean what I said. I mean, a man's got to make a living, right? Here, look. I can make up for it. There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Here, take this as a token of my friendship. You've seen one of these before, surely. Ring of Gash Resistance. Szerintem ilyenünk már van. Ja, úgyhogy Bleed Resistance-re. Hát, oké, köszi. Egyébként csak egy tanács. Ha mégis harcolnátok a Shrine of Storms elején lévő NPC-vel, aki ugye a Makotót kéri, ő nagyon komoly bleedet nyom, tehát ő, ha Pure Black World Tendency-n vagytok, és megjelenik a Black Phantom mása, úgymond, akkor hát ő nagyon kemény tud lenni. Ő tényleg váhitel, tehát akkora bleedje van annak a karnak, hogy egy csapás betalál és véged. Come on. Let's no need to drag each other down. Majdnem, mint a Dark Souls-ba, ez mondjuk kicsit engem lelombozott itt annak idején. Bár ugye, illetve hogy fordítva volt, mert a Dark Souls-os történés lombozott le, mert előbb játszottam a Demon Souls-on. Na most innentől fogva egy nagyon érdekes dolog jön. Nagyon sokaknak egyébként, akik kezdők, problémát okoz az, hogy itt ezt a részt, sőt ezt a boss-t majd hogy oldják meg, ami majd következni fog.
Pedig nagyon egyszerű, ezért is vadásztunk erre a Tieflingre. Ez, ha fönn van, akkor ugye nehezen érzékelnek minket az ellenfelek. Vagy szinte egyáltalán nem is látnak. És így sokkal könnyebb átverekedni magunkat itt ezeken a részeken. Na most az első, még itt mutatok nektek trükköt, az ilyen saját fejlesztés, hogy értelmes ember egyszerre csak egy ellenfelet húz magára. Meg értelmes ember nem áll bele az ütésekbe. Oké, okay, és akkor ez meg a tied. Jó. Jó, és akkor mehetünk. Azt meg szépen, ha jól csináljuk, akkor bele fog evédelni a szakadékba, hogy egy, még egy hülyével kevesebb, majdnem 1000 lélekkel több, hát ez piece of cake, együttés. És ugye nem látnak minket ezek a repülő mantaszerű lények, ami nagyon jó, mert ha még azok is lövöldöznének, akkor ez a rész ez nagyon-nagyon kellemetlen. Itt csak egyet húzzatok magatokra, mert nem bírtok el kettővel. Igen, mivel rajtunk a gyűrű, ugye nehezebben is érzékel, de hát nem baj, hát legfeljebb több nyilvesszőt lőttök bele. Tehát akkor megint egy tanúság, hogy mindig nálatok, tehát mindig legyen nálatok elegendő nyilvessző ahhoz, hogy tudjatok tisztességesen működni, meg stratégiát kidolgozni. Ez nagy lesz, ez nagyon nagy lesz. Ajajajajajajajaj. Basszus! Nem. Még nem haltam volna meg. Aj. Na nem baj. Jó hír egyébként, hogy ilyenkor ezt ki lehet használni gonosz módon arra, hogy megint előveszitek a kis íjatokat, aztán beszereztek 5000 lelket itt seperc alatt. Sőt, ugye Blaystone az mindenképpen kell a kimaxoláshoz. Ha ki akarjátok maxolni a játékot, vagytok olyan elmebetegek. Sokszor mondtam, tudom. Szóval itt most majdnem 5000 lélek így ingyen. És bér ment fel. Plusz, hogyha valaki nagyon rá van kattanva a Dark Moonstore-ra, akkor arra is egy lehetőség. Plusz, mondom, akkor itt a Bladestone farmoláshoz is nagyon jó, és igazából ez nem egy nagy kitérő, ez mit tudom én, 1-2 perc maximum, de útba lehet akkor ejteni. Hasznos, hasznos. Na, csak Bladestone, hát meg is lepne. De 3897 lelket dobott. Ezt nem tudom, figyelitek-e. Azért az elég jó. Most már 8500 lelkünk van. Úgyhogy szerintem, ha innen majd vissza fogunk menni, és majd mindjárt visszaszerezzük a lelkeket, akkor azt az evacuate varázslatot érdemes megvenni. Jó, akkor most megint ugyanaz, ott haltunk meg. Legközelebb nem leszek ilyen hülye, hogy beleállok a finomságba. Mert sok az endurance-ünk, de annyira azért nem sok, hogy néhányan ne tudják mégis átütni. Főleg az aranyszínű. Hát ez leesett. Na, ez van. Főleg az aranyszínű csontik. Vissza is szereztük. És van 31000 lelkünk, ami szerintem ezen a szinten nem semmi. Úgyhogy nem is öltünk még bosszát, csak úgy jött. Most az egész volt mennyi? Egy perc, másfél, kettő? Nem tudom. Ja, persze most a gyűrű rajtam van, úgyhogy nem fog ez ide futni úgy magától. Hát aki nagyon türelmes, az megpróbálhatja azt is, hogy hagyja, hogy visszamenjen, és akkor megint beleereszt egy nyilat, és akkor megint. Végül is azt is meg lehet tenni. Az is egy módszer.
Na-na. Most okos leszek, nem fogok beleállni az ütéseibe ennek a baromnak. Ahogy, hogy azt az erőset nyomd, mert utána tudlak támadni. Helyes. Blade Stone. Jaj! Kapcsi voltam, nagyon kapcsi voltam, és nagyon hülye is. Sorrendet még majd eldöntöm. Ráértem volna azt felszedni később is. Ez egyszerű volt. Szépen lassan közeledünk a boss harchoz. Már nem sok van. De még lesz még mondjuk szivatós rész. Az a helyzet.